A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is téged és a kedves nézőket. Hát a kényszerű leállást követően úgy tűnik, hogy felpesdül az élete a Balett Színház életében is. Én azt gondolom, hát nyilván a próbák után már ezt mindenki várja, a nézők nem különben, mondom én. Egy csomó mindenről fogunk beszélgetni, röviden megemlítem, hogy mi minden. Ugye a Székesfehérvári Balett Színház is ott lesz a 10. Nemzetközi Színházi Olimpián, aztán ráadásul egy olyan darabokat fogtok bemutatni, ami fantasztikus, tehát egy egerházi koreográfia, aztán lesz egy Virgil Ilián mindenképpen, és még sok minden másról is szó esik majd. Kezdjük talán a március 17-i első előadással. Március 17-én végre ismét a Vörösmarty Színházban köszönhetjük a Balett Színházat, este 7-kor pénteken, egy csoda dolog. Kezdjük az idézőjelekkel, amelyet rendezel és koreografálsz is. Én azt hiszem, a librettót Elsimon László, József Attila díjas költőnk, író barátunk írta. Beszéljünk erről, hiszen ez egy kortárs darab, Elsimon László tollából, és hát erre írtad a koreográfiát. Igen, ez egy nagy találkozás volt. Magam sem gondoltam volna, hogy ez ennyire a tízes körbe talál, ez a produkció, hiszen egy olyan irodalmi témájú estről van szó, aminek ezt már korábban bemutattuk, de csak egyszer ment le Székesfehérváron, tehát túl sokan nem láthatták, és ezért felvettük ebbe a programba ezt a művet. Tehát egy olyan programba volt ez, ami irodalmi témájú kortárs balett színházi előadás volt. Örkény novelláira készítettem, egyperces novelláira, Tilos a fűre lépni, Tilos címmel egy művet. Egyébként Elsimon László ebbe is közreműködött, hiszen egy nagyszerű, jó tempójú, repetitív verset írt az Élet értelme című örkény műre reflektálva, Paprika koszorú, Paprika koszorú. De ez csak az előszobája volt annak a műnek, amit most is be fogunk mutatni, az idézőjelek címmel. Ugye az írónak van egy nagyszerű műve, egy avantgárd mű, ha szabad így fogalmazni, írása, vagy novellás kötete, a háromlábú lovat etető lány. Fantasztikus írások vannak ebbe, ami engem megragadott. És mivel megragadott, ezért vitte, ha író lennék, azt mondom, vitte a tollat a kezembe, vitte a lábamat, vitte a fantáziámat, és egy fantasztikus képi világú és atmoszférájú mű született ez az idézőjelek. Ez ennek a három egy felvonásos műből álló esnek a nyitó darabja, és aztán említettél egy nagyon nagy nevet. Igen, még csak hadd mondjak egy gondolatot, amit ti is leírtatok, hogy kifejezésre juttatott megfoghatatlan, olykor szinte kimondhatatlan gondolatokat és érzéseket ragadja meg, mármint Elsimon László ebben a háromlábú lovatetető lányban, amiből ugye a libretto készült, illetve a koreográfia. Én azt hiszem, hogy ez megfogható egy balettszínházat kedvelő ember számára? Hát nézd, ugye egy művész mindig a megfogható, már ismert dolgokat szedi szét, puzzle darabokra, és rakja össze, absztrakt módon, absztrahálja a valóságot, szoktuk mondani, ami reflektál a valóságra, és egy új minőség jön létre, ami addig még nem létezett és nem ismert. Pont az volt a célom, hogy ezeket a csak zsigerből érezhető dolgokat, érzéseket, amik a költészet nyelvén leírt Elsimon László, azt én megfoghatóvá tegyem, láthatóvá tegyem, vizualizáljam. Tehát
azok a képek, amik bennem megszülettek, miközben én olvastam ezt az írást, aztán Sarádi Zsolt színművészünk, ugye a Vörösmarty Színház színművésze nagyszerű interpretálásában megszólal a műbe, azokat én képpé varázsoljam, mozgássá varázsoljam, ami még mindig megfoghatatlan, hiszen a mozgás önmaga absztrakt, viszont amire képes egyébként egy vers is, vagy egy novella, vagy egy zenemű, vagy egy táncmű, hogy olyan képeket hoz létre az emberekben, amik nagyon konkrétak és nagyon is megfoghatóak. De amikor ki akarjuk őket fejezni, ahhoz kell a költészet. De viszont amikor a néző nézi ezeket jó esetben, és találkozik ezzel a művel, akkor nagyon is konkrét, megfogható dolgok jelennek meg benne. Így van, mint ahogy konkrét és megfogható, én azt hiszem az is, és megerősítést jelent egyben Jerzy Kilián személye önmagában, hát, ahogy, hogy Székesfehérvár. Tehát az Unballóról beszéltünk eleget, de nem tudunk eleget beszélni. Hiszen egy, ahogy szintén a te megfogalmazásod, hogy egy mindenféle komplex érzelmi tartalomtól mentes mű. Ez a Jerzy Kilián megfogalmazása. Ugyanis a szüzsét azt ő írta, hogy ő miről szól ez a műve, vagy milyen módon nyúlt bizonyos témákhoz. Itt ő a mélységeket mutatja. Ez egy táncvers. Tehát olyan, mintha egy verset hallanánk. Csak itt látjuk a verset. A Jerzy Kiliánról azért azt tudni kell, hogy a kortárs táncszínháznak a legnagyobb alakja, és ezt bátran kimerem mondani, azt hiszem senki nem szállna velem ebbe vitába, vagy aki igen, szerintem értelmetlenül. Jerzy Kilián meghatározó alakja a nemzetközi táncéletnek. Minden nagy balettársulat, nem minden, a legnagyobbak, tartanak repertoáron Jerzy Kilián művet. A kisebb társulatok már nem úgy. Ugyanis Kilián csak azoknak ad lehetőséget, hogy játsszák a darabját, akikről ő úgy véli és azt tapasztalja, hogy olyan magas szakmai és művészi színvonalon vannak a táncművészek, hogy azt olyan magas színvonalon interpretálják, ahogy ő azt elképzel, hogy látni szeretné és láttatni szeretné a színpadon. Úgyhogy ez egy bizonyos fajta fokmérője is a mi munkánknak. És itt most nem pusztán az én munkámról beszélek csupán, hanem mind a táncművészek munkájának, hiszen Magyarországon, és akkor itt pontot teszek a mondat végére, és talán ez magáért beszél, ha Magyarországon Kilián művet akarunk látni magyar társulattól, akkor azt két társulatnál lehet. Magyar Nemzeti Balettnél és a Székesfehérvári Balettszínháznál. És ez, ahogy az imént mondtam, nyilván megerősítés. Egyébként ez a mélységeket mutatja meg majd ez a darab, annál is inkább. És nagyon szép, tehát esztétikai fenomén. Nagyon szép a zenéje, hogy én priméről fogalmazzak, és nagyon szép a darab. Igen, tehát az ornamentikája. Ravel kompozíciók nagyon, csodálatos. Az egyértelmű. Amit pedig ő ír, az pedig a mélység. Azt mondja, hogy az egyetlen dolog, amikben biztosak lehetünk, az az, hogy egyszer meg fogunk halni, minden más bizonytalan. Mikor megszületünk, kapunk egy születési anyakönyvi kivonított, ha megfordítjuk, egy halálos ítéletté válik. Ezt eltáncolni, és ilyen szinten én azt gondolom, hogy hatalmas nagy kihívás. Mint ahogy óriási kihívás a cirkusz. Mégpedig azért, mert én azt gondolom, hogy a kortárs magyar irodalom egekig érő alakja Müller Péter. És ha az ő librettóját eltáncolhatja egy alkotó ember, koreografálhat, az a csúcs. Nagy kihívás. Péterrel, és ezt nem én mondtam ki először, hanem ő lelkitársak vagyunk. Ez szintén egy nagyon nagy találkozás volt. Nagyon régen találkoztunk, talán 20 évvel ezelőtt, és én akkor ismertem meg ezt, nem 20 éve, 15 éve ismertem meg ezt a művét, ezt a regényét, aminek az a cím, hogy Isten bohócai. És már én akkor tudtam, hogy ezzel valamit kezdeni szeretnék. Nem csak azért, mert a főszereplő egy bohócmester, aki tánccal tanítja a bohóc növendékeket, de hát a bohócok itt ugye csak álca, mert itt emberekről van szó, tánccal tanít benne. Egy lebontásra ítélt cirkuszról beszélünk, aminek a helyén pláza épül. És búcsúznak a művészek. És hát mint egy utolsó vacsora, amikor Jézus tanítja a tanítványait, és ugye a világba elengedi őket. Ennek is felfogható a mű. Egy nagyon jó
képi világot, bennem képi világot előhívó mű, nagyon színházi mű, és nagyon táncszínházi mű, és én azt gondolom, hogy mind a látványvilága nagyon speciális lett ennek a darabnak, ugye egy cirkuszban vagyunk, de csak fragmentumai jelennek meg a cirkusznak, mind a zenei világa, ami egy patchwork, tehát nagyon sokféle zenét használok, nem akarok most spoilerozni, de Elvis Presleyt is, vagy Leonard Cohent is. Nagyon eklektikus a szerkesztése, de csak annyira, mint hogy egy cirkusz, maga a cirkusz művészet is eklektikus. Úgyhogy egy nagyon izgalmas táncszínház, ajánlom mindenkinek, egyrészt a zenéje miatt is, elsősorban Müller Péter miatt, és hát nem utolsó sorban a Székesfehérvári Balettszínház kiváló művészei miatt. Igen, óriási érdeklődés kíséri, hiszen a sajtótájékoztatón, illetve azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyet Kovács Szilvia kolléganőm vezetett, ugye felmerült itt már, hogy szerintem ezt nagyon várja mindenki. És ez én ebbe bízom. Mint ahogy nagyon várja mindenki a 10. nemzetközi színházi olimpiát. Bocsánat, ezt azért mondjuk el a kedves nézőknek, igen, már biztos, hogy tudnak róla, és a Vörösmarty Színház honlapján is fönn van, meg a Mienken is, hogy azért ez március 17-én lesz, este 7 órakor a Vörösmarty Színházban, tehát mind a jegy.hu-n, mint a Vörösmarty Színházban március 17-ére lehet jegyet venni. Viszont a színházi olimpiá pedig április 1-től egészen július 1-ig 35 ország 200 társulata a 10. nemzetközi színház olimpia. Én azt hiszem, hogy 70 előadás, 550 helyszínen 550 előadás az egy csoda. Mint ahogy az is csoda, hogy a Székesfehérvári Balettszínház tevékeny szerepet kap ezen a csodálatos rendezvényen, és a prágai kamarabalettet látjátok vendégül. Ez pedig én azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy azért neked van kapcsolatod. Hát elég régmúltra visszatekintve a cseh balette, de ennek ellenére én azt hiszem, hogy ez egy olyan elismerés, ami példátlan, ezt mondhatjuk. És akkor menjünk nézve, hogy hogy lehet bekerülni ebbe a csapatba. Hát jó programokkal, én azt gondolom. Beszéljünk magáról csak néhány mondatot erről a rendezvényről. Ezt borzasztó fontosnak tartom. Mert nagyon kiemelt szinten fókuszba kerül a kultúra. És a kultúrának és az előadó művészetnek a különböző ágazatai. Nagyon boldog vagyok, hogy Vindánszky Attiláék felismerték azt, és támogatják, hogy nem csak prózai színházakra érvényes ez, hanem táncszínházra is. Egyenértőképé válik ezáltal a táncszínház a prózai színházzal, mint amiképpen az is, csak nem szavakkal, hanem testbeszéddel fogalmazunk. Olykor szavakkal is, lásd az idézőjeleket például, vagy a Müller Péter darabot, amiben szintén Müller Péter hangja is megszólal, nem is egyszer. Szóval egy összművészet, és egy összművészeti fesztivál, előadó művészeti fesztivál. Borzasztó fontosnak tartom. Főleg a mai világban, hogy ennyire fókuszba kerül a művészet. Hogy ebbe bekerültünk, ez külön öröm. Most ünnepeljük ebben az évben fennállásunk 5. évfordulóját, és ezzel is valahogy mégiscsak ünnepeljük. Ez is egy ünnep, hogy mi ebbe a programba bekerültünk. Talán azért is, mert akiket meghívunk, ők a cseh táncéletnek az egyik meghatározó kortárs táncszínháza, talán lehet, hogy a legmeghatározóbb, de az biztos, hogy a legősibb, a legrégebbi kortárs táncszínház, Pavel Smok alapította, körülbelül akkor, vagy lehet, hogy egy picit előbb, mint a Pécsi Balettet Ekimre nálunk, tehát ez párhuzamba ment. Egy nagyon régi társulatról beszélünk, nagyon nagymúltú társulatról, amit most megújítottak, Linda Schneiderova és Vidró Viktor személyében. Nekem volt táncosaim egyébként. Nagyszerűen vezetik ezt az együttest. És április 4-én a Székesfehérvári közönség is láthatja őket. Ugye nagyon-nagyon fontos, hiszen egy profi kortárs független tánctársulatról van szó, akik nyilvánvaló, hogy megvannak a kapcsolódási pontjai a Székesfehérvári Balettszínház kortárs darabjaival, hiszen az elv és a gyakorlat is ugyanaz, nyilván a darabok mások. Hogy lesz ez az egész protokoll? Hiszen nyilvánvaló megérkeznek, az is természetes, hogy lesz előadás, akár közös előadás is, de fontos-e, hogy mit hoznak nekünk? Igen, ezt nyilván ők döntik el, tehát ugyanúgy, ahogy ha én meghívok egy vendégkoreográfust,
akkor ő dönti el, hogy mit szeretne, milyen témát választ, mit szeretne, kikkel szeretne dolgozni, melyik táncművészünket milyen szerepbe szeretné látni. Ugyanúgy, ha én meghívok egy vendégtársulatot, akkor, és itt a társulat volt a lényeg, hiszen egy nagyon jelentős társulatról beszélünk, akkor szabad kezet adtam abban, hogy ők mit ajánlnak. Persze megismertem a darabot, egy nagyszerű darabról van szó, de erről majd beszélni fog, a darabról én nem kívánok beszélni, azt meghagyom a Svidró Viktornak, társulatvezetőnek. Majd vendégünk lesz egy sajtótájékoztató, és ott ő el fogja mondani, hogy tulajdonképpen mit is hoznak el hozzánk. Mert ez ugye kivételes lehetőség. Lehet-e ennek folytatása? Kérdezem ezt azért, hogy nyilvánvaló, hogy számtalan nagyívű tervetek van a jövőre nézve is, majd erről még egy szót, hiszen szintén egy legenda érkezik majd valamikor, aki én azt gondolom, hogy mindenki kedveli, aki valaha is zenét hallott vagy hallgatott, mármint azt a fajta szerb mentalitást képviselő zenét, az egyszerűen zseniális, de ez egy olyan találkozó, hogy találkoztok, és akkor utána vége, vagy pedig amikor egy ilyen olimpia lezajlik, akkor megerősödik ez a kapcsolat, és ő további folytatást ígér. Ez a kapcsolat mindig is erős volt, és most is az. Épp múlt héten voltam, jártam náluk, mert repertoárjára tűzi a társulat, a cseh társulat az én egy korábbi darabomat, a Mirabel címmel, amit Mozart zenére készítettem, most azt próbáltam velük. Nagyszerűen dolgoznak, el kell, hogy mondjam, úgyhogy ez egy élő kapcsolat, és meghívást kaptunk, sőt két előadásra, és egy gálára, ahol az Aritmia című művünkkel fogunk szerepelni áprilisban, és tárgyalásokat folytatunk cseh partnereinkkel, hogy Prágába meghívnak egy önálló estel, ahol a Phantom Fájdalom című művet hívták meg, ők ezt látták annó a Duna TV-n, borzasztóan tetszett nekik, és ennek nagyon örülök, úgyhogy két alkalommal is valószínűleg a közeljövőben Prágába fogunk vendégszerepelni. No, viszont volt egy álmod, ami teljesül. Sok álmom volt, melyikre gondolsz? Most ami zenész barátunkra gondolok. Bobán Markovicsra? Bobán Markovicsra. Hát, Bobán Markovics ugye tánczene, tehát egy elementális erejű örömzene. Nem kell bemutatni talán a kedves nézőknek. Járt már egyébként, úgy tudom, Fehérváron, de úgy még nem, ahogy most szeretnénk, és itt most továbbra is még egy álomról beszélünk, ami reméljük, hogy meg fog valósulni, minden esetre tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy szándékaim szerint és reményeim szerint el tudjuk hozni Székesfehérvárra, például a Királyi Napokra, nagy és jelentős rendezvénye, vagy a legjelentősebb rendezvénye a városnak, azt a produkciót, amit mi a Művészetek Palotájában mutattunk be, pont egy évvel ezelőtt, április 3-án, Parádé címmel, ez a Bartók Fesztivál volt, és ott lement kétszer, és azóta nem játszottuk. Viszont április 17-én játszani fogjuk a Vörösmarty Színházba, de akkor Bobán Markovicsék nélkül, tehát a zenekar nélkül, de az ő zenéjükre, a produkciót, de hát mégiscsak úgy az igazi, és a Királyi Napokon ugye nagyon sok ember láthatja, és ott viszont az a tervünk, és azt szeretnénk, hogy ott el tudjuk hozni Bobán Markovics zenekarát, és úgy, ahogy az annó, ugye egy évvel ezelőtt lement a Művészetek Palotájába, az most szabad téren megvalósulhasson. Nyilván ennek nagyon sok feltétel kell, hogy teljesüljön, ennek anyagi oldala is van, hiszen a világ egyik legjobb társulatáról beszélünk, zenekaráról beszélünk, és nem feltétlenül világ legolcsóbb zenekaráról beszélünk, de nyilván, hogy dolgozunk azon, hogy el tudjuk őket hozni, és be tudjuk mutatni ezt a művet. Mi természetesen ott leszünk végig, még egyetlen egy rövid gondolat sorra van időnk, hogy áll a társulat. Hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen időszak után a költözés az beváltotta a reményeket, hiszen végleges otthonra találtatok, de én azt gondolom, hogy a társulatépítés folyamatos. Nézegetem, néhányan ugye elköszöntek, ez nem most volt, de most megint kerek a világ. Mind
mindig kerek volt a világ, mi sose álltunk le. Tehát nekünk nem volt, tehát ez nem az a műfaj, ahol le lehet állni. Itt nem lehet leállni. Ugyanis ez olyan, mint a sport, vagy az, még inkább az élsport. Tehát egy élsportoló nem állhat le csak azért, mert költözik, vagy azért, mert Covid van, tehát dolgozni kell. Maximum most ugye kényszerű kelletlen, és megértéssel vettük, hogy most egy rövid időre zárva volt a színház, nem tudtunk játszani, nyilván ez nem öröm, de mi felkészültünk, tehát dolgozunk folyamatosan próbálunk. Voltak rendezvényeink, amiket mi szerveztünk, tehát a táncosok táncoltak is. Nyilván nem azon a volumenen, mint mondjuk egy Vörösmarty színházban az előadáson. Volt bemutatónk a Nemzeti Táncszínházban, ugye az Umballóest. Most megyünk a Nemzeti Táncszínházba március 3-án, szintén ezzel az Umballó estel és a Müller Péter inspirálta a Cirkusz című darabbal, ez most lesz március 3-án. Aztán 17-én jövünk a Vörösmarty Színházba, úgyhogy mi folyamatosan dolgozunk, hol a próbaterembe, csak hol pedig a színpadon is. No, hát akkor mit kívánjak? Hát sok kéz- és lábtörést. Jó, nem. Nyilvánvaló, hogy sok sikert. Az álmok teljesüljenek, mert én azt hiszem, hogy a színházi olimpia és az új évad az meghatározó lesz mindenféle értelemben, és nem csak azért, mert immáron 5 évesek vagytok. Attila, köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az idei évadról beszélgettünk, és sok minden másról, Egerházi Attilával, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójával. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.